Ha megtörténik az enyhítés, remélhetőleg benépesülhetnek nyáron a táborok. Már elkezdték szervezni a nyári táborokat. Takácsné Csikós Anikó vándortábort szervez, ehhez elvégzett egy tanfolyamot is. Köszöntöm nézőnket, Takácsné Csikós Anikóval, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgató helyettesével beszélgetünk. Bár még kicsit messze van a nyár, de hát a nyári táborokat már most el kell kezdeni szervezni. Ebben a jelen helyzetben hogyan tudják szervezni, és mennyiben lesz idén más a nyári tábor? Az iskolánkban nagyon sok tábor indul, és többek között ezen a nyáron tervezünk vándortábort is, szeretnénk megszervezni. Szeretnénk, hogyha a gyerekek a természettel, a sporttal, a mozgással még jobban megismerkednének. Ezeknek a vándortáboroknak ez egyben a célja is, igazi zöld táborok, egyhetes táborok, és különféle útvonalon szerveződnek ezek. Már jelen pillanatban 30 útvonal van, és 4 tábor szerveződik országosan. Van gyalogos, vízi, kerékpáros és zarándok. És mi megcéloztuk a gyalogos vándortábort. Szeretnénk eljutni, és a mátrai útvonalat terveztük meg júliusban, hogyha összejön egy csoport. Jelen pillanatban már ennek a szervezése folyamatban van. Gondolom azért itt a gyerekeket is egy kicsit fel kell készíteni arra a gyaloglásra, tehát egy kis előgyaloglás biztos, hogy kell hozzá. Így van, mi egy csoporttal készülünk. Már az ősz folyamán, amikor még lehetséges volt, terveztünk egyet. Novemberben voltunk egy 17 kilométeres túrán, Bükzsérctől Noszvaig gyalogoltunk, illetve decemberben is volt egy gyalogtúránk, és így készítjük a gyerekeket. De ez így nagyon jó is, hiszen akkor a két évszakban is megnézték, hogy milyenek a hegyek között itt az Alföldi ember számára. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, amikor a hegyre fele kell menni, hiszen itt nálunk nincsenek hegyek. Igen, így van, és szeretnénk tavasszal is tervezni ilyen túrát, illetve azt megelőzően még most itt februárban. De ennek van elméleti képzése is, azt még itt az iskolában, hiszen meg kell ismerkedniük a turista jelekkel, térképen kell tájékozódni a gyerekeknek, illetve a felszerelés is nagyon fontos, és erre is készülünk, hogy megfelelő bakancs legyen, megfelelő hátizsák. Tehát ennek az előkészülete is most folyamatban van. Azt gondolom, hogy ezeknek a turista jeleknek az ismerete felnőttként is nagyon sokat fog jelenteni a gyerekek számára, és lehet, hogy majd így viszik el esetleg szüleiket is erre az útvonalra. Ebben bizakodunk, de mindezek mellett a gyerekek nagyon sok kulturális és történelmi emlékekkel is megismerkednek, és mint ahogyan már említettem, hogy zöld tábor, igazi zöld tábor, nagyon sok olyan szabállyal is megismerkedhetnek, amit a későbbiekben, felnőtt korukban követni kell a természetjárás, a túrázás kapcsán. Most beszéltünk a vándortáborok előkészítéséről, de említette a bevezetésben, hogy sok-sok tábor szokott lenni minden évben, én ugye hiszem, hogy 7-8 minden évben van. Ezeknek az előkészületeit is elkezdték, és függővé teszik a járványügyi helyzet miatt, vagy éppen amiatt, hogy már előre le kellene foglalni a szálláshelyeket esetleg a vidéki táborokhoz, inkább csak helyben gondolkodnak. Helyben is gondolkodunk, hiszen tanév végén lesznek a magvető táboraink, de próbálunk kívülre is, hiszen az örökségünk táborok is indulnak alsóban is és felsőben is. Bükszékre is tervezzük, lesz a bringa táborunk, tehát sportos tábor is, és abban bízunk, hogy ezt mind meg tudjuk valósítani. Mi pedig akkor majd beszámolunk ezeknek az élményeiről, de azért beszéljünk a képzés fontosságáról, és az iskolában mindig nagy hangsúlyt fordítanak arra, hogy képzéseket is szervezzenek, vagy pedig a pedagógusok vegyenek részt továbbképzéseken. Igen, bennünket is fölkészítettek például a vándortábor vezetői munkára. Már ketten részt vettünk az iskolából. Ennek volt elméleti és gyakorlati része is, és akkor így lettünk gyalogos vándortábor vezetők. Az elméleti képzésen különféle ismereteket, mint ahogyan felsoroltam a gyerekeknél is, hogy térképismeret és turista jelek és erdőpedagógia például. Tehát nagyon sokféle új, hasznos dolgot kaptunk.
tanultunk ezen a képzésen, de gyakorlati része is volt, hiszen a kőzet, az állat, a növény fölismerésétől kezdve bejelölt útvonalat kellett beazonosítanunk, és ez nagyon érdekes és hasznos volt. Az egyik kolléganő például Visegrádon teljesített ezeket a feladatokat, én például a hármas határhegyen, és reméljük, hogy ebből nagyon sokat tudunk hasznosítani majd a nyár folyamán.